Alapos vératömlesztésen esett át a nyári szünetben a másodosztályú nyíregyházi férfi kézilabda csapat. 7 zömében rutinos játékos távozott, helyükre 9 fiatal kézilabdázó érkezett. A felkészülési időszakban több edzőmeccset játszott Bécsi János együttese, különböző erősségű ellenfelekkel szemben mérhették le formájukat Varga Lászlóék. Az edző elmondása szerint a tervezett munkát elvégezték, de egy kis időnek még el kell telnie ahhoz, hogy az általa elképzelt csapatot láthassa a pályán. Mivel egy fiatal csapatról van szó, tehát mindenféleképpen szeretnék egy harcos és egy agresszív védekezést és játékot támadásban. Védekezésben legyenek ütközések, faltok, kilépések, amit szeretnék, és ebből kontrajátékot, gyors játékot, gyors lerohanást, és felátfal ellen pedig széles játékot. Én úgy gondolom, ez benne van a fiúkban. Itt az a kérdés, hogy a mérkőzésen mennyit fognak tudni megvalósítani, és mennyire lesznek készek fejbe. A koruknál fogva úgy gondolom, hogy lesznek még azért hullámvölgyek benne a játékba. A rutin szerintem az még egy picit az ózjavára billen, de úgy gondolom, hogy megfelelő cserével és a megfelelő koncentrálással szerintem ott tudunk lenni velük partiban. A csapatkapitány Varga László szerint nem csak a pályán alakul a csapat, hanem a pályán kívül is egyre jobb közösség formálódik, ami elengedhetetlen a sikeres szerepléshez. Az új emberek elég hamar beéleszkedtek, úgy a kézben belül és a kézben kívül, magánéletben is. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon egyben van a társaság, és hál' Istennek az edzés munkán is ez látszik, és remélem, hogy a meccseken is ez fog látszani, hogy nagyon egyben van a csapat. A hivatalos célkitűzés a legjobb 6 közé kerülés. Ez azért is fontos, mert a bajnokság végén összevonják a keleti és nyugati csoportot, így csak a legjobbak szerepelhetnek majd jövő ősztől az egycsoportos másodosztályban. A nyíregyházi KC a szombati nyitányon az Ózdot fogadja a Continental Arénában.